Felszabadíthat-e a képzelet, és szabad-e az az őrült, aki magának alternatív valóságot teremt? Ezeket a kérdéseket vizsgálja Frenák Pál legújabb táncelőadása, melyet William Wharton világhírű regénye a Madárka és egy dokumentumfilm ihletett a San Clemente elmegyógyintézetről. Mindkettőben a saját képzeletükbe menekülő emberek bölcsessége jelenik meg. Nagyon érdekel, hogy bizonyos zárt körülmények között, bizonyos lelki és pszichés, vagy akár korporális, szinte lehetetlen szituációba, hogyan képes az ember, vagy milyen eszközökkel képes megteremteni azt, hogy ebből képes legyen aztán kijönni, fölülkerekedni ezeken a problémákkal. Tehát ahogy egy kicsit mondja Francis Bacon is, hogy megtalálni a lehetetlenbe a lehetséges dolgot.